Lehet valamit érteni? Nagyon fontos számítani. És szeretettel köszöntöm azokat is, akik az internet segítségével közvetítésen keresztül csatlakoznak hozzánk. Sajnos István atya megfázott, hogy most nem tud itt lenni, de üdvözletét küldjük mindenkire. A koncert előtt szeretném megkérni, hogy mindenki ellenőrizze a mobiltelefonját, hogy ne hallgatott el, hogy ne zavarjuk kiben egymás estéjét. Köszönettel tartozom a Reinerdel Katolikus Teleiskolai Zeneművészeti Szakgimnáziumnak, illetve a Finta Gergely Orgona Tanárnak, itt készültem föl erre az orgona koncertre. És nincs is már más tovább, mint hogy fölkonferáljam az első műsorszámot, ez pedig Dietrich Buxtehude, ő Bach egyik elődje volt egy generációjában korábban élt orgona műve lesz, az E-moll preludium. A barokk korban a barokk zenei formák nagyjából Johann Sebastian Bach idejében Bachhoz kötetlen alakultak ki, így Buxtehude-nél még egy kicsit flexibilisebben voltak ezek a formák. Bachnál azt szoktuk hallani, hogy fantázia és fúga, preludium és fúga. Buxtehude-nál egy preludiumban található kettő darab improvizáció jellegű részben három fúga, tehát ő ezeket még egy egységnek tekintette. Kívánok mindenkinek szép estét, és egy kis türelmüket kérem, amit felépítem a hasznát. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.